Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című magazin műsorunk újabb epizódját látják, elsőként röviden témánkról. Prevenció. Sokszor, sok helyen halljuk ezt a kifejezést, nem véletlenül. A megelőzés egészségi állapotunk jó szinten tartásához szükséges. Ha élünk a preventív lehetőségekkel a felnövekvő generációnak, ezáltal megtaníthatjuk, hogy még a betegségek kialakulása előtt kell a különböző szűrővizsgálatokon megjelenni. A szűrővizsgálatok mellett fontos egy egészséges életmód követése is. A mai műsorban a Májva Virág Alapítvány nyíregyházi képviselője és a nyíregyházi egészségfejlesztési iroda vezetője hívják fel a figyelmet saját szervezeteik tevékenységére. A mai műsor két vendégét szeretném bemutatni, Tóth Katalin és Kovács Evelin. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Ha egy szóban kellene ugye a mai beszélgetés apropóját megfogalmazni, akkor az a szó a prevenció lenne. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben akár már lépten nyomon is találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, de soha nem késő a kedves nézőknek mondjuk most odafigyelni akár erre a beszélgetésre, és begyűjteni azokat az információkat, amelyek mondjuk épp az ő mostani életszakaszukban valami miatt érdekes, fontos lehet. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet erről eleget és elég sokszor beszélgetni. Én azt szeretném, hogyha a beszélgetés legelején azokat a szervezeteket mutatnátok be nagyon röviden, amelyeket most képviseltek itt a mai műsorban. Kata, kezdjük a ti alapítványotok. Köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én a Nyíregyházi Májva Virágpontnak a vezetőjeként vagyok itt. A Májva Virág Alapítvány ugye a méhnyakrákkal és a méhnyakrák megelőzésével foglalkozik. Mi Májva Virágpontok országszerte az alapítványnak kis kihelyezett egységei vagyunk, akik az ő munkájukat segítik közvetíteni így vidéken is. Nyilván itt elsősorban az alapelvünk és célunk a méhnyakrák megelőzése, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megelőzésnek milyen formáival élhetnek az emberek. Programokon veszünk részt, próbáljuk segíteni itt helyi szinten a betegségben érintett nőknek a gyógyulását, összefogni őket, illetve bárki, akik hozzánk fordulnak, akár személyesen, telefonon, közösségi médián, hiteles tájékoztatást nyújtsunk a betegségről, illetve a megelőzésről bárkinek. Na most mennyi idős, hány éves a maga az alapítvány, és mióta létezik maga a Nyíregyházi Pont? A Nyíregyházi Májva Virág Pont az most 2018. február 1-ével kezdte el működését. A Májva Virág már hosszú évek óta foglalkozik a betegség megelőzésével, tehát országos szinten az első, és úgy tudom, hogy az egyetlen olyan szervezet, aki a méhnyakrák megelőzésével, illetve ennek a prevenció körével foglalkozik. Nyilván megvan a pontos és fontos oka annak, hogy miért és mikor jött létre ez az alapítvány. Így van, tehát a Májva Virág Alapítványnak az elnöke, ő Tóth Icó. Elég sokan ismerik, én azt gondolom, azon felül is, hogy médiában is sokszor feltűnik, illetve maga a személyisége is egy olyan lehengerlő, hogy nehéz mellette úgy elmenni, hogy az ember ne figyeljen fel rá. Neki az alapítvány ötlete abból adódott, hogy ő sajnos átesett ezen a betegségen, és szeretett volna valahova fordulni olyan emberekhez, akik már átestek a betegségen, hogy ugye ilyenkor az ember egyedül érzi magát, és szeretett volna
egy olyan szervezetet találni, aki ezzel foglalkozik, és igazából ami konkrétan ezzel foglalkozik, ilyen nem volt. És iszonyatosan nagyon nagy szükségét érezte akkor, és úgy gondolta, hogy többen is lehetnek, akiknek szükségük lehet egy ilyen szervezetre és emberekre, és ebből a indítatásból alapította meg ezt a szervezetet. Majd a részletekről majd egy kicsit később fogunk beszélni, Evelyn. Igen, én az Nyíregyházi Egészségfejlesztési Irodának a vezetőjeként dolgozok. 2018. március 1-től indult irodánk, és az irodánk most egy ilyen felkészülési fázisban töltötte a márciustól szeptemberig terjedő időszakot, és szeptembertől indulnak a hivatalos programjaink. A programjainkat elsősorban olyan embereknek, olyan lakosoknak, nyíregyházi lakosoknak, vagy nyíregyházi járásban élő embereknek ajánljuk, akik tervezik az életmódváltást, vagy valamilyen szinten úgy érzik, hogy az életükben szeretnének mondjuk például egy táplálkozás ajánlással kapcsolatban érdeklődni, vagy szeretnének mondjuk például mozgás lehetőségek kapcsán érdeklődni, hogy kinek mi az előnyös, mert azért minden ember más, mindenkinek úgymond más a teljes mértékben a felkészülése, vagy a felkészültségi állapota úgymond, és mindenkinek más mozgásformát szoktunk ajánlani, és ezeket a mozgásformákat is szeretnénk úgymond szeptembertől indítani, ilyen például a gerinctornánk, a zumba óráink, úgy mozgásterápiás tanácsadás, és az egészségfejlesztési irodákat úgymond egy országos hálózatként hozták létre. Itt Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében 6 iroda indult el márciustól, és ezt a Szabolcs-Szatmár-Vereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház indította. Úgyhogy mi egy kis egységként működünk 6 irodaként, és segítjük egymást. Úgy gondolom, hogy mindaz, amiről beszéltél, tehát olyan egyszerűnek tűnik ez az életmódváltás. Viszont rokonságban van nyilván a prevencióval, hiszen ha az életmódunkon tudunk változtatni, akkor már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy számos betegségfajtától ugye minél távolabb kerüljünk, hogyha fogalmazhatok így. Én úgy gondolom, hogy bár a 2018. március 1-jét mondtad itt az irodák indulásának időpontjaként, azért itt nem új keletű dologról beszélünk. Ez egy sajátos formája annak, ahol ilyen jellegű segítséget, illetve támogató információkat kaphatnak a lakosok. Minek a jogutódja ez az egészségfejlesztési iroda, hiszen én biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években, évtizedekben is kellett, hogy működjön ilyen, ha nem is ilyen iroda néven, de olyan szervezet vagy olyan részleg, ahol egyszerűen tanáccsal látták el az embereket. Igen, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet működött, viszont ez, ahogy megszűnt, megalakultak az egészségfejlesztési irodák, de az egészségfejlesztési irodák inkább egészségnevelés, egy olyan típusú programsorozat és egy olyan típusú előadássorozatot terveztek, ahol a járásra összpontosít. Tehát nem országos méreteket akarunk mi itt megváltani, hanem inkább itt járási szinten szeretnénk dolgozni. És ezért van az egészségfejlesztési irodáknak egy országos hálózata, hogy itt mindenki a saját területén dolgozik, és a saját területén, ahogy dolgozunk, az teljesedik ki, és abból lesznek nagyon jó eredmények. Hát nyilván minél ember közelébb, tehát hogyha én kilépek a lakásomból, és már ott van, szinte az arcomba kapom, hogy segítséget nyújt mondjuk egy ilyen iroda a munkatársai által. Teljesen egyértelmű, sokkal hamarabb az eszébe jut az embernek, hogy beszélgetni kellene veletek egy kicsit. Én nem gondolom, hogy sértő a kérdés, de mindenképpen őszintén megkérdezem, hogy ezt komolyan veszik egyébként az emberek? Tehát fognak élni ezzel a lehetőséggel? Tehát annyira rohanó világban élünk, hogy persze, életmódváltás, hogy amikor. És akkor mindenki ugye sorolja a napi dolgait, mert hogy ez vesz körül bennünket. Hogyan tudjátok behívni az embereket? Tehát ez gondolom egy nagyon fontos tényező. Bizony. Hát elsősorban a programok,
programokat úgy próbáljuk összeállítani, hogy egy nagyon csalogató programsorozat legyen. A klubjainkat is úgy próbáltuk összeállítani, hogy mondjuk például célzottan betegségekre, mondjuk például a cukorbeteg vagy szív- és érrendszeri klubok, és ezek is konkrétan településeken fognak, azokon a településeken szerepelnek, ahol nagyobb számban fordulnak elő ezek a megbetegedések, valamint az életmód tanácsadás, az mindenkit érdekel. És tudjuk a mai világban, hogy sajnos nagyon sokan nem ingyen teszik ezt az életmód tanácsadást, gondolhatunk interneten, vagy bárhol olvashatnak, és nem mindig hiteles információt olvasnak. És én úgy gondolom, hogy ezek az egészségfejlesztési irodákhoz, ha mi a médiában elérjük azt a szerepet, hogy minél jobban népszerűbbek legyünk, akkor így sokkal többen fognak minket felkeresni. Most az elején egy picit azért nehezebben megy ez, de szerintem én bízok benne, hogy fogja érdekelni az embereket, és egyéni tanácsadásokra is, és csoportos beszélgetésekre is van nálunk lehetőség. Mennyire mérhető az, hogy a magyar embereknek, vagy most maradjunk a mi kisebb élő környezetünkben, az itt élő embereknek milyen hányada az, aki úgy gondolja, hogy jó dolog ez a megelőzés, és nem csak akkor keresi már a lehetőségeket, hogyha tünetek jelentkeznek. Azért mi még Igen. magyar emberek vagyunk ilyen Igen. téren, ugye? Bizony. Hát egyre később próbálnak az emberek, tehát mikor már valami baj jelét érzik, vagy valami olyan elváltozást éreznek magukon, akkor keresik felsősorban a szolgáltatásainkat, de én mindig ösztönzöm, bárhol vagyunk, bármilyen programon, bárhol meghívást kapunk, hogy minél hamarabb próbáljanak meg erre figyelni, és ezért célozza meg az egészségfejlesztési iroda a legtöbb korcsoportot. Tehát elkezdjük óvodáskorban, aztán haladunk iskola, az iskolai szintéren, egyetemi szintéren, városi szintéren megjelenünk, a munkahelyeken próbálunk ott is egy úgymond kiégés prevenciót nyújtani, hiszen tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan munkahely van, ahol belefáradnak az emberek, és kell nekik egy plusz motiváció, egy plusz olyan dolog, amit úgy érzem, hogy az egészségfejlesztési iroda biztos, hogy nyújtani fog nekik, és ezáltal a kevesebb betegszabadság, kevesebb olyan dolog alakul ki, ami egy kis odafigyeléssel szerintem. Nyilván ez már egy láncolat innentől kezdve. Lehet azt mondani, hogy az irodáitoknak a legfontosabb feladata a kommunikáció? Igen, egy szinten igen. Mert tulajdonképpen vizsgálatokat ti nem végeztek. De hogyha beszélgetések során, a tanácsadások során kiderül, hogy esetleg hajlama van a kedves páciensnek Igen. valamilyen betegségre, hogy akkor olyan irányba terelitek, uh-huh. Ahol kiderülhet az Így eredmény. Van. Az iroda végez állapotfelmérés, tehát van ilyen kollégánk, aki egy bércukorszintmérés, egy koleszterin, hemoglobin szintmérést végez, valamint van egy teljesen egy állapotfelmérés, ami egy ilyen általános állapotfelmérés. Egy testsúly, testmagasság, egy testzsír százalékot számolunk a készülékeinkkel, és akkor ezáltal van egy úgymond jelenlegi egészségi állapota, és akkor ezt az állapotot tudjuk neki javasolni, hogy mondjuk például valakinek kell-e diétázni, mozgásszegény az életmódja, akkor milyen testmozgás javasolunk neki. Tehát így felmérjük az adott helyzetet, és utána pedig segítünk neki, hogy hogyan tud előre mozdulni inkább. Mindjárt innen folytatjuk majd, de Katához is szól ugyanaz a kérdés, amit te már megválaszoltál, hogy ha baj van, akkor jönnek a hölgyek elsősorban? Hát én is azt veszem észre, igen. Hát a környezetemből is, de leginkább rátérnék arra, hogy a szűrővizsgálatnak az a célja, hogy tünet- és panaszmentes embereket szűrjön le. És ha tünet- és panaszmentes embereket szűrünk le, akkor ez megelőzés, már tehát előtte vagyunk, ugye benne van a nevében. Így van, tehát hogyha ha a szűrővizsgálatokról beszélünk, akkor ennek az a lényege, hogyha minél több ilyen embert érünk el, akinek nincs tünete, nincs panasza, mert sajnos ez van a köztudatban, ha tünetem van és panaszom van, orvoshoz megyek, akkor nagyobb eséllyel lehet olyan betegség, már kialakult betegség előtti állapotokat elkezdeni kezelni vagy gyógyítani, ami később bajt okozhatnak, komoly bajt okozhatnak is. Nyilván, hogyha minél hamarabb ismerünk fel egy betegséget, hamarabb kezdjük el, akkor annál jobb eséllyel gyógyítható.
maga a betegség is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sajnos mi Magyarországon, én is úgy látom, hogy akkor fordulunk orvoshoz már, amikor problémánk van, és kevésbé összpontosítunk még a prevencióra. Ezt látom. Hát a Tóticó egy nagyszerű dolgot hozott létre. Ugye sajnálatos, hogy nála is az alapot maga a betegség adta. Hány százalékát érinti a magyar hölgyeknek ez a megbetegedés? Hát évente 1000-1200 esetben diagnosztizálnak méhnyakrák megbetegedést. Ennek sajnos 4-500 körüli a halálozási aránya csak Magyarországon. Tehát... És itt az életkor sem feltétlenül jelent rizikófaktort. Így van, tehát a 25 és 65 év közötti női lakosság az, aki egy magasabb kockázatú réteget jelent, de mint ahogy a megelőzési formából is látjuk, ez a vírus, tehát ugye HPV vírus okozza a méhnyakrákot, az egyetlen olyan rákbetegség, amit vírus okoz, és a vírusok ellen van megelőzési módszer. Tehát ez pedig meg csak rajtunk múlik, hogy mi ezt választjuk-e, hogy megelőzzük, vagy esetleg kivárjuk az állapotot, vagy nem járunk szűrővizsgálatra. De én azt gondolom, igen, hogy hál' Istennek én azt látom, hogy ez növekvő tendenciát mutat, de még mindig nem állunk ott, hogy mindenki a prevencióra összpontosítana, pláne egy ilyen, egy rákbetegség megelőzhető lenne. Tehát mondd el, hogy mit csináljon mi hölgyek, most mondd el. Mindenképpen járunk évente nőgyógyászati vizsgálatra. A nőgyógyászati vizsgálatnak nyilván egy része a rákszűrés, és a méhnyakrák megbetegedést egyébként a stabil megelőzése az két pilléren áll, az az évenkénti nőgyógyászati szűrés és a védőoltás. Tehát ha évente járunk szűrésre, és a védőoltás lehetőségét megfontoljuk, akkor nagyon nagy valószínűséggel ezt a betegséget megelőzhetjük, vagy pedig egy olyan stádiumban sikerül kiszűrni, ami egy kezeléssel megoldható, és nem lesz belőle rákos megbetegedés. Mekkora terhet ró egyébként egy védőoltás egy hölgyre? Hogy érted, hogy mekkora terhet ró? Anyagilag. Anyagilag, ja értem. Tehát többféle védőoltás létezik, itt Magyarországon vagyis van forgalomban háromfajta, a háromnak különböző ára van, a három különböző típusú HPV vírusok ellen ad védelmet, tehát nyilván az anyagi oldala is ettől függ, hogy melyiket, hát nem mi választjuk, hanem melyiket ajánlja nekünk az orvosunk, de hogyha az anyagi részéről beszélünk, 2014-től egyébként a 7. osztályos lányoknak az iskolai kampányoltásban benne szerepel a HPV elleni oltóanyag, amit igény szerint, tehát felajánlják az iskolában a lehetőséget, hogy kérheti a szülő a lányának ezt a védőoltást, és akkor megkapja. Két védőoltásból áll, de természetesen nem kötelező, tehát aki azt mondja, hogy nem szeretné, az nem kapja meg, de ez ingyenes. Az ingyenes, és ez meddig nyújt védettséget? Védettséget én azt gondolom, mivel két, illetve három oltássorozatból áll, védettséget hosszú évtizedekig ad, viszont nagyon fontos ezt kiemelnem, hogy nyilván a legcélszerűbb megelőzés az az, hogy mivel szexuális úton terjed főképp a HPV vírus, tehát a szexuális élet megkezdése előtt célszerű ezt a védőoltást beadatni nem csak a lányainknak, hanem a fiainknak is. Nagy tévhit, hogy ez csak a lányoknál és a nőknél okoz problémát. Viszont akkor sem késő már, amikor fiatal felnőtt vagy felnőtt korban vagyunk, hiszen ez a vírus jön-megy a szervezetünkben, tehát találkozunk vele, immunrendszer függő, tehát hogyha az immunrendszerünk ezzel a vírussal találkozik, meg tud vele küzdeni, akkor ez szépen hónapok alatt el is múlik, és problémamentesen távozik a szervezetünkből, viszont jöhet egy újfajta HPV vírus, ami ellen esetleg egy védőoltás, egy következő fertőzés ellen már védettséget okozhat, vagy védettséget alakíthat ki nálunk. Most egy picit fordítsuk meg a gondolkodás irányát. Ha van védőoltás időben, akkor az mondjuk kimondhatjuk, hogy 100%-ig biztosít védettséget. Továbbra is fenntartom azt, hogy attól függetlenül még 21 éves életkortól, és vagy a szexuális élet megkezdésétől a nőgyászati, évenkéti nőgyászati vizsgálat ajánlott,
tehát ez attól nem zárja ki ennek a szükségességét, viszont a védőoltás, hogyha időben megkezdik, akkor igen, nagyon nagy esélyen megelőzhető. A rákos megbetegedés, a HPV okozta méhnyakrák megbetegedés. Tehát a HPV az nem csak méhnyakrákot okoz, többfajta más ráktípust is okoz, viszont nem csak ráktípus, hanem kellemetlen megbetegedéseket, ilyenek a nemi szerv körüli szemölcsök. Tehát vannak olyan HPV típusok, amik nem feltétlen rákos megbetegedést okoznak, de kellemetlen megbetegedést, ez ellen is véd. A bizonyos fajta védőoltás, ahogy említettem, több fajta van. Külföldi gyakorlatok hasonlóak esetleg? Mennyire láttok rá ezekre? Ha egy finnországi példát hozunk, ott nagyon elterjedt a prevenció a méhnyakrákos megbetegedéssel kapcsolatban. Tehát évente járnak szűrésre a hölgyek, illetve a védőoltás is sokkal elterjedtebb. Minimálisra csökkentették a méhnyakrák okozta halálozást ezekkel ezzel a szemlélettel, illetve ezzel a vizsgálati, illetve oltási sorozattal, vagy oltással. És ez tökéletes példa szerintem arra, hogy ezzel akár egy rákbetegség pusztán azzal, hogy szűrésre járunk, vagy megfontoljuk a védőoltás lehetőségét, egyszerűen kiküszöbölhető lenne egy ország életéből. Ott a főbb döntéshozók között nincs több hölgy, vagy Nyíregyházán hol lehet keresni benneteket? Egyébként az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság adott lehetőséget arra, hogy ez a májvavirág.hu létrejöhessen. A kis STK-ban, a Szent István utca 14 szám alatt, az első emelet 20-as ajtónál lehet minket megtalálni. Az a tapasztalatom egyébként, közösségi médiában is, vagy a közösségi oldalakon is meg lehet minket találni, e-mail címünk is van, telefonszámom is van, amivel lehet bátran keresni, de az a tapasztalatom, hogy, és ezért is örülök, hogy itt lehetek, mert ez még mindig tabu. Tehát ez nem olyan betegség, hogy itt ülök valaki mellett is megmondom, hogy jaj, de fáj a fejem. Nem, én akkor fogok bárkivel bármit is megosztani, vagy szóba állni, amikor már panaszom van. És az a tapasztalatom, és ez így is volt eddig is, hogy a közösségi oldalon, illetve e-mailben és telefonon keresnek meg a legjobban. Igen. Így van. Tehát még legjobban. Inkább személytelenül, igen. Arc nélkül vállalják fel inkább ezeket, igen, a dolgokat. Igen. Az a szerintem nagyon fontos kérdés jutott az eszembe, ahogy téged hallgattalak, hogy az alapítvány, ahogy elkezdte a működését, az azóta eltelt évek mit bizonyítanak, hogy mennyire fontos szerepe van ennek a szervezetnek, hogy be tudott-e avatkozni egy kicsit legalább, ugye segítő szándékkal a megelőzésbe, ez mérhető-e valahol? Nem tudom, tehát erre vonatkozó adatokról én nem tudok, hogy most kifejezetten az alapítványnak a munkássága az, ami esetleg javuló tendenciát mutathat a szűrővizsgálatokon való részvételen, igen, vagy a védőoltások. Igen, ez lenne a legfontosabb. Igen, viszont a betegségben szenvedők, tehát a támogatásuk a gyógyulás segítő programon keresztül mindenképpen érezhető. Hát nem hál' Istennek, de sok olyan nő van, aki az alapítványhoz fordul segítségért, és meg is kapják azt, bármiről legyen szó, ha csak a betegségről, ha a megelőzésről, ha az utókezelésekről, ha már sajnos az utolsó energiák felhasználásakor is, de az alapítvány ott tud lenni, ami eddig nem volt. Ezek a nők eddig, nyilván nagyon fontos a család támogatása, kihagyhatatlan ilyen betegségekben, vagy ilyen betegségnél, de azért az a tapasztalat, és én is azt látom, és Icó is ezt közvetíti felénk, hogy szükség van olyan emberekre, akik hasonló dolgokat élnek át, mint akkor az adott nő, aki ebben a betegségben szenved, és ez borzasztó nagy erőt ad, hogy nem az mondja nekem, hogy minden rendben lesz, meg fogsz gyógyulni, hanem egy olyan ember mondja, aki igen, átesett ezen is, és tisztában van a betegség és kezelések lépéseivel. Fontos munka minden bizonnyal, amit végez. Te miért csinálod? Hát én is hasonló indítatásból. Nekem ilyen személyes vonatkozásom hál' Istennek nincsen, tehát én a betegséggel nem találkoztam így személyesen, de a munkámat tekintve egyébként én védőnő vagyok, tehát nekem egyébként is a prevenció az, amit én hivatásomul választottam.
Ezen felül pedig, hogy amióta a védőnök is bekapcsolódhattak abba, hogy méhnyakszűrést végezhessenek a saját körzetükbe, amit én meg is tettem annak idején, hogy végeztem ezt, na akkor bizonyosodott be 100%-osan, hogy akkora szükség van erre a munkára. Nagyon sok az a nő, aki nem jár el szűrésre, mert nem tartja fontosnak, vagy nem tud róla eleget. És elég, hogyha van a környezetükben egy olyan ember, aki erre egy kicsit felhívja a figyelmet, kicsit noszogatja, és jó, ha az egy olyan ember, akit esetleg egyébként is beenged az otthonába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt az, amiért én ezt úgy gondoltam, hogy szeretném folytatni, és szeretném csinálni. Nagyon fontos lenne azt gondolom, amin a Tóticó és most már a Májva virágpontok dolgoznak az országban, hogyha ez a szó elhangzik, hogy Májva virág, hogy minél több hölgy tisztában legyen azzal, hogy mi is ez. Tehát, hogy ő érte van egészen konkrétan. Ugyanez a helyzet, azzal is azt mondjuk, hogy EFI, ugye? Mert az egészségfejlesztési irodákat, hogyha ilyen rövid kis betűszóval jelenítjük meg, ugye az lenne a cél, hogy minél több ember tudja, hogy oda ő bátran mehet, bármikor mehet, de amiket te és a munkatársaitok tudtok ajánlani az érdeklődőknek, a látogatóknak, és remélhetőleg még nem beteg embereknek, vagy ha olyan betegségben szenvednek, amivel együtt kell élniük, ugye, hogy miket tudtok javasolni? Az nekik pénzbe kerül, vagy vannak olyan lehetőségek, amelyeket ezek a általatok szervezett programok, pályázat által megtámogatott programok tudnak biztosítani úgy, hogy csak be kell kapcsolódniuk. Így van, ez teljes mértékben, ez így működik, ez teljes mértékben ingyenes pályázati forrásból finanszírozott a teljes programsorozatunk, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, tényleg is csak buzdítom az itt lakót, meg a járásban lakó embereket, élőket, hogy jöjjenek, vegyenek részt, ez teljes mértékben ingyenes, ahogy mondtam, hiteles információt kaphatnak tőlünk, és tényleg nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, nagyon szeretjük ezt csinálni, és bízunk benne, hogy minél több embert el tudunk érni. Kata ugye elmondta, hogy ő alapvetően védőnő, tehát ő ugye minden percét hölgyek között és kicsi babák között tölti. Neked milyen munkát végző munkatársaid vannak, hiszen gondolom, hogy az egészségügy számtalan területéről érkeznek a munkatársaid. Igen, én népegészségügyi szakemberként végeztem, úgyhogy nekem ez teljes mértékben egy nagyon-nagyon elhivatott szakma. A kollégám védőnő, tehát ő is nagyon sok tanácsot tud adni. Itt korcsoportok szerint osztottuk meg, tehát vannak, akik az óvodáskorúakat, valaki az iskoláskorúakat, van, aki az időseket szólítja meg. Ilyen például az egészségpszichológusunk. Ő konkrétan minden réteg, minden társadalmi réteget, meg minden olyan életkort tud kezelni, és nagyon-nagyon jó beszélgető partner, és ez a legfontosabb. Tehát a mai világban én azt veszem észre, hogy nem nagyon mernek nyitni az emberek, akik beszélgetnek, nem merik elmondani a problémájukat, ha azt mondom, hogy ő egy egészségpszichológus, de ha leülnek és ember-ember beszélget, akkor egy picit másabb a helyzet, és akkor onnantól könnyebb a kommunikáció. Valamint még van egy mentális egészségfejlesztő kollégánk, ő pedig mentálhigiénés. Benneteket hol lehet keresni? Nyilván az internetes felületek is megvannak. Mi a kórház épületében tevékenykedünk, a régi gyermekosztály épületében, a második emeleten. Ott fogjuk tartani a csoportos foglalkozásainkat is, az ingyenes gerinctornánkat, zumbóóránkat, mozgásterápiás tanácsadásunkat, valamint külső helyszínen lesznek, itt nyíregyházi járásban, kerékpártúránk is, amire szeretettel várunk mindenkit. Egy nagyon szuper túravezetővel fogunk elindulni, és akkor mindig minden hónapban egy alkalom, mert ez is teljes mértékben ingyenes, csak a biciklit kell hozni, meg a lelkesedést úgymond az embereknek, és akkor egy ilyen kis rövidebb, van mikor már haladó csoporttal, akkor pedig egy hosszabb távra fogunk elindulni. Úgy gondolom, hogy ez a mai beszélgetés ez mindenkinek szól, tehát remélem, hogy sokan hallották, hogy figyelemmel követték. Nektek köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.
A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.